Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. A Hogyan lettem ingatlan milliómos sorozat következő része a valódi belső célok. Azért mondom, hogy belső célok, mert ugye én dolgoztam üzletkötőként, biztos mindenki dolgozott, és azt mondta a főnök, ezt meg ezt meg kell csinálni, ezt a tervet hozni kell, ezt a pénzügyi tervet hozni kell, ezt az eladási statisztikát fel kell javítani, ezek mind célok, és a te céljaid, csak az a különbség, hogy ezek külső célok, és a külső célokkal csak az a baj, hogy te nem tudsz vele azonosulni, és ha nem tudsz vele azonosulni, akkor bizony nem is fogod elérni, nem fogod megcsinálni. Lehet, hogy rugdosnak egy szerencséd van, és akkor persze akkor valamit azért csinálgatsz, amikor közelébe kerülsz, valamikor sikerül elérni, de hosszú távon, ha ezek nem az te igazi belső céljaid, akkor nem tudod megcsinálni. És az igazi belső célok viszont olyanok, hogy azzal kelsz, azzal fekszel, és ha hiszed, ha nem úgy, mint most nekem ez, hogy én oktatom az embereket, tehát örömet okoz. Én örömmel kelek, örömmel fekszem le, és tényleg örömmel és boldogan telnek a napjaim, tényleg, ez tényleg így van, de azért, mert ezek belső célok, az én valódi céljaim, amik engem arra inspirálnak, hogy most itt, ez most éppen húsvét van egyébként, nagy péntek, nem igazán érdekel, mert örömmel veszem fel ezeket a videókat, és örömmel vágom meg ezeket a videókat, oké? Tehát a belső célokkal igazából én azt mondom neked, hogy belső célok, és ezeket a belső célokat nagyon-nagyon nehéz én szerintem egyébként, hogy mondjam, tehát megtalálni. És ami a másik, hogy a belső célok viszont olyanok, hogy én látom magam előtt, hogy mondjuk legalább egy hatalmas rendezvényen vagyok, és akár több száz ember állva tapsol nekem, és ezt látom. Nyilván még nem értem el, de el fogom érni természetesen, ebben biztos vagyok. És a másik nagy kérdés, amit tegyél fel magadnak ilyenkor, hogy el tudod-e képzelni, hogy egyrészt eléred a célod, látom magam előtt, tapsolnak állva, el fogom érni, látom, hogy nem tudom hány ezer könyvet eladok, nyilván el fogom érni, viszont el tudod-e képzelni azt, hogy a célodat nem éred el? Na, itt vagyok én, itt jövök én a képbe ismét, hogy én viszont, ha valamit elkezdek, én nem tudom elképzelni sem, hogy én azt nem érem el, hogy én azt nem tudom megcsinálni. Ugyanis bennem az motoszkál mindig, hát ilyen alkat vagyok, ha valaki más megcsinálta rajtam kívül, én semmivel sem vagyok rosszabb, akkor viszont én is megcsinálom. Nyilván ezzel neked is így kell lenni, ha én megcsináltam, akkor neked is meg kell csinálni. Nem bonyolult egyébként ez az egész történet, rohadt nehéz, viszont nem bonyolult. Csak az emberek túl bonyolítják, túltolják, és onnantól ezek nem működnek ezek a dolgok. Tehát ami a lényeg, hogy én azt sem tudtam elképzelni, hogy nekem nem lesz ingatlanom. Láttam magam, hogy lesz, viszont a legtöbb ember azt is el tudja kérni, hát jó, hogyha nem, akkor lesz egy B-terv. És abban a percben, hogy te elkezdesz egy B-tervet kidolgozni az álmaid és a céljaidra, abban a percben már, hát jó, hogyha nem, akkor jó lesz végül is ez is, érted? Egy valamit kell csinálni teljes tűzzel, és egy barátom szokta mondani, hát ő sajnos már nem él, hogy a tűz a dzsungelben is utat tör. A tehetség, a tűz, az mindenen átmegy, ez hidd el nekem, és ha ezt a tűzzel csinálod, és tűzzel hiszel benne, hogy ezt megcsinálom, olyan nincs, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, akkor olyan nincs, hogy nem éred el. El sem tudom képzelni, hogy én nem tudok mondjuk segíteni minimum 10 000 emberen, hogy ő nekik ingatlanuk legyen, önerőből, bankok nélkül. Én ezt nem tudom elképzelni. Ezt ajánlom neked is, hogy így állj ezekhez a dolgokhoz, akkor biztos, hogy el fogod érni, amit akarsz. Jó? Köszönöm, hogy megnéztél. Szia!